nem vadászik vele, de ilyen kamion kutya. Hát kamionozik, és akkor megfogál egy kutyát, hogy nem lenne a három. Mindegy. Mondta, hogy kinyagy az udvaron, de hogy kint az agy. De látja, hogy kint a madár, hogy nem baj, hogyha kint parad, hogy megfogja a kutya a madár. Sziasztok! Most telefonált. Megy a soha nem elég mellé. Sokkal inkább soly más megkínálja a madarát egy falat hússal. Ezeket a ragadozó madarakat. Többféleképpen lehet őket gyűjteni. Az egyik például a szülő által nevelt madárnak nevezzük, illetve van
solymás, a fiúk a madarat kiveszi a solymás, vagy ember, a tenyésztő nevelt fel, azok nagyon gyakran az emberrel is állnak párba. Így mesterségesen is tudjuk őket tenyészteni, amely egy teljes kontroll alatt történik, tökéletes. Ez akár megmutatkozik abban is, hogy ezek a körülbelül 1 kilós madarak a náluk 5-8-10-szer nagyobb zsákmányatot is képesek megfogni. Pontosan tudják, hogy a solymász, akit ők fajtásnak tekintenek, ő oda fog egyszer érni, tehát nekik nem kifejezetten a zsákmány megölése a lényeg, hanem az, hogy ők feltartsák addig, amíg a solymász odaér. A zsákmányokat földön vagy föld közelben ejtik el, még magasan pedzőnek azokat a sólyomféléket nevezzük, melyek a zsákmányokat nagyobb magasságokban ejtik el. Az éppen repülő herisszek, ők Amerikában, főleg a mexikai sivatagokban leginkább egyharmaddal könnyebbek a tojóktól. Miért nagyon fontos az, hogy a hím madár az adott szakértői vadászok ezeket a telejtük befogják, de a varjúfélék igazándiból nem tudnak mit kezdeni. Ezek a madarak a leghatékonyabb fegyverek. Bármilyen... Ha jobban megfigyeljük a madarakat, amikor felülnek, meg-meg rázogatják a farkukat, ezzel is mutatva a solymásznak, hogy ők készen állnak arra, hogy visszatérjenek kézre. Hozzá kell tenni, hogy ezek a madarak nagyon intelligensek. A herisz a legintelligensebb ragadozó madár a világon. Viszont külföldön, akár autóból kiengedve ezeket a madarakat képesek elejteni az úttól akár 50 kényelmesek számukra is. Tehát sokkal inkább a madarak kényelméről szól, mint a mi védelmükön. Mehet! Sokáig nincs időt, meg mérés kérdezik. Énekeljéd el, Tom.